dream I'll be, a wish I'll be, a fantasy. I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need. I love you more with every breath, truly, madly, deeply do. I will be strong, I will be faithful, cause I'm counting on. Unforgettable.
Kedves hölgyeim és uraim, az ifjú párt nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit ezen a verőfényes nyári délutánon. Hamarosan elkezdődik a ceremónia, és az ifjú párt kérésének megfelelően szeretném önöket megkérni, hogy a mobiltelefonjaiknak és önöknek is jó legyen a kikapcsolódás. Maradjanak a telefonok zsebbe, itt van Európa, talán legjobb fotósa, itt van Európa, talán legjobb videósa, el fogja készíteni a megfelelő felvételeket, amit majd önök is megkapnak. Tehát hamarosan kezdődik a bevonulás. Azt szeretném kérni önöktől, hogy az ifjú párt várjuk felállva. Köszönjük szépen! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm önöket, Kerek Kamilla és Tóth Tamás ünnepélyes házasságkötésén. Thank you.
Megkérem önöket, foglaljanak helyet. Jó érezni azt, hogy szeretlek. Nagyon, és egyre jobban. Ott bujkálni két szemedben, rejtőzködni mosolyodban. Érezni, hogy a szemeid már szemeimben élnek és néznek. És érezni azt, hogy szép, csak veled szép. És csak veled teljes az élet. Ilyes Gyula szavaival köszöntöm a jegyespárt és vendégeiket, a megjelent tanukat, szülőket, rokonokat, barátokat, ismerősöket. Kedves Kamilla és Tamás! A világon mindenütt a legszebb események közé tartozik, amikor két egymásra talált boldog fiatal, szerettei és barátai körében örök hűséget fogad. Szövetséget köt a szépre, a jóra, egy igaz, boldog életre. Néhány tavasz, nyár, ősz és tél váltotta egymást azóta, hogy egymásra találtatok. Ma már egyértelmű, hogy ez a találkozás nem csak az elmúlt együtt töltött idő, hanem a további életetek meghatározója is lett. Hiszen megjelentetek előttem, mint Dunaújváros, megyei jogú város anyakönyvvezetője előtt, azzal a céllal, hogy egymással házasságot kössetek. A házasságkötést megelőző eljárásban igazoltátok, hogy házasságkötéseteknek törvényi akadálya nincs. Ahhoz azonban, hogy házasságotok törvényesen létrejöjjön előttem, és két tanú előtt egybehangzóan ki kell jelentenetek, hogy egymással házasságot kívántok kötni. Ezért kérlek benneteket, hogy forduljatok egymással szembe, fogjátok meg egymás kezét, és az általam feltett kérdésre határozott igennel válaszoljatok. Felteszem a kérdést először a mennyasszonynak. Kijelented-e, Kerek Kamilla, hogy az itt jelenlévő Tóth Tamással házasságot kötsz? Igen. És most a vőlegényt kérdezem. Kijelented-e, Tóth Tamás, hogy az itt jelenlévő Kerek Kamillával házasságot kötsz? Igen. Megállapítom, hogy Tóthné, Kerek Kamilla és Tóth Tamás egybehangzó kijelentésetek alapján a polgári törvénykönyv szabályai értelmében házastársak vagytok. Kedves házas pár! Ha szeretitek egymást, akkor az életben jöhet bármilyen nehézség. Nem kell félnetek, mert együtt vagytok. A szeretet tulajdonképpen nem más, mint önmagunk odaajándékozása annak, akit szeretünk. A szeretet érzését nap mint nap fokozni kell egymás szívében, hogy melegséggel, gyengétséggel tudjatok mindig közeledni egymáshoz. Hiszen a szeretet az, ami élteti az embert, gazdagítja emberi értékeit és alkotásra készteti. Szereteten alapul a boldog házasság és a harmonikus családi élet. A szeretet legyőzi a legnehezebb akadályokat is. Elsimítja a konfliktusokat, felszárítja a könnyeket, enyhíti a szív fájdalmát, erőssé és bátorrá teszi a házastársakat. Az igaz szeretetnek nem jellemzője a bizalmatlanság, de jellemzője a feltétlen bizalom, a hűség, a kompromisszumkészség, a maximális odafigyelés a másikra. A világnak szinte minden táján az egymás szerető emberek jegygyűrűt húznak egymás ujjára. Az arany karikagyűrű annak a köteléknek a jelképe, amely szívetekben köttetett. Kérlek, illesszétek egymás ujjára jegygyűrűiteket, mint a szeretet és az összetartozás jelképét. Majd köszöntsétek egymást az első hitvesi csókkal.
most arra kérlek benneteket, hogy az imént szóban tett fogadalmatokat aláírásotokkal is erősítsétek meg a házassági lapon. Először az ifjú feleség, majd a férj, ezt követően a tanúk lássák el kézjegyükkel a dokumentumot. Köszönöm. 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 Kedves Kamilla és Tamás! Az asztalon ez a két színes homokszemeket tartalmazó üveg benneteket jelképez. A bennük lévő homokszemek pedig tulajdonságaitokat, érzelmeiteket, vágyaitokat, mindazt, ami a tiétek. Kérlek benneteket, hogy lépjetek közelebb az asztalhoz, és töltsétek a színes homokszemeket a középső üvegbe, amely a szeretet szimbólumaként a most kezdődő házasságotokat jelképezi. Hiszen mindaz, amit magatokban hordoztok, egyé válik azzal, amit választott társatok hordoz önmagában, és keveredni fog további életetek során ugyanúgy, ahogy a színes homokszemek is egyé válnak és keverednek az üvegben. Ahogyan a homokszemek összeolvadnak, úgy életetek minden perce összefonódik mostantól. A múlt, a jelen és a jövő.
Vigyétek majd magatokkal ezt a homokszemeket tartalmazó üveget, hogyha majd az idő múlásával ránéztek, emlékezzetek a mai nap boldogságára. Kedves házaspár, az igen szó kimondásával életetek egy új szakaszba érkezett, a házasság kötelékébe, mely egy tartós, életre szóló kapcsolat, hosszú, küzdelmes út, ám olyan biztos rév, ahonnan kiindulni és visszatérni jó, ahol egymással megoszthatjátok gondolataitokat, örömötöket, félelmeiteket. Ma megtettétek az első lépést a közös életetek indulása felé. Ez egy új út lesz számotokra, mely időnként gazdagon jutalmaz, időnként pedig rendkívül nehéz lesz. De a legfontosabb, hogy az utat együtt tegyétek meg. Egy kortárs dalt idézve, szeretni nem azt jelenti, hogy az ember egy igát von, hanem a másikat bíztatni, repülni egy világon át. Azt kívánom nektek, hogy abban a szövetségben, mely ma itt létrejött köztetek, váltsátok valóra közösen reményeiteket és vágyaitokat, és hogy az igazi szeretet jellemezze egész együtt leélt életeteket. A kimondott igennel felvállaltátok közös sorsotokat, melyben nem csak eddigi álmaitokat álmodjátok tovább, de azok megvalósításáért is együtt akartok küzdeni. Az igen kimondásakor megfogtátok egymás kezét. Kérlek benneteket, hogy ez a készfogás sírig tartó legyen. Az egymásnak nyújtott kéz bíztatást ad a jövőre. Kedves tanúk, megtisztelő feladatuk hamarosan véget ér, de arra kérem önöket, hogy a házaspárhoz fűződő kapcsolatuk ne szakadjon meg. Legyenek az ifjú pár segítői továbbra is. Kedves házaspár, engedjétek meg, hogy útra valóul Madách Imre gyönyörű szavait idézzem. Akit párodul melléd rendelt az ég, becsüld meg, szorítsd meg kezét, és ha minden álmod valósággá válik, akkor se feledd el, légy hű, mint halálig. Ünnepélyes házasságkötésetek ezzel véget ért, melynek befejezéseként átnyújtom nektek a házassági anyakönyvi kivonatot. Kívánom, hogy ezek a felejthetetlen percek jelentsék egy örömökben, boldogságban eltöltött hosszú házasság kezdetét. Csoportképet csinálunk. Jó, nyugodtan menjetek a tár.
árnyékból, jó, hogy ne bújjatok meg. Köszönjük! Végig kísérsz az úton,
Végig kísérsz az úton, fogod a kezemet, a kudarc a fenn a csúcson, nekem te jelented az életet. A lékkal megszülettem, az első közt voltál velem. Nem tudtam, mi ez az érzés, most már tudom, zene szerelem. Mikor elalszom, voltam az utolsó csók. Násznép, kedves hölgyeim és uraim, immáron hivatalosan az ifjú férj és az ifjú feleség nevében köszöntök hát mindenkit, kész sok üdv és pacsi. Megnyugtatok mindenkit, nem sokára vacsi. Én vagyok, ki ma este erőt véve magán terelgeti a násznépet, mert szerintem ez vagány. A kedvem isteni, a nevem meg Miska, aki még nem ismeri. Na, most aztán készül sok fénykép, csoportos, aztán egyéni, belőjük a sérónkat. Jó fogunk rajta kinézni. Azt szeretném kérni a tisztelt násznéptől, fáradjatok az ifjú pár mögibe. Fábi bácsi majd mondja a teendőket. Közeli rokonok közelre, távoli rokonok távolra. Aki alacsony, azaz bocsánat, cuki a magassága, az jöjjön előre. Próbáljátok meg, értelmes fejet vágunk. Hát, várjál, megszökött a cuci, várjál. Cuci nélkül nincsen. Az, jó lesz. Na figyelj, 3, 2, 1. Jeez! Yeah, yeah, Lenny. Vizibicigli! Super! Azt mondja, super! Jó! Következő, várjál, még nincs vége! Az ifjú pár, vagytok rá? Érzitek a Jedi erejét? Na figyelj! 3, 2, 1!
csóka, integet, hát integet, mint a jó lakott nap köz is. Na még egyszer, no. Ezek összeragadtak, te jó. Köszönöm. Háj, de jó. No, és akkor most következő dolog. Háromra számolok, és mindenki megcsókolja a mellett állót. Egy, kettő, három. Jaj, hát ez egy ilyen puszika volt. Jó. Szükségem lenne a relatíve független nőkre, ami azt jelenti, hogy nincsen bejegyzett élettársi viszonya, és nem férjezett. Jó? Kettő adatot kérek, lakcím meg nevőség. Ez a kettő fontos. Na, lányok, hölgyek, gyertek. Közben elmondanám történelmi hagyományunkat, tehát a lényege nagyon egyszerű. Hosszú évszázadok óta van ez a csokor elkapásos buli. Lényege, aki elkapja a csokrot, mindösszesen 365 szabad napja van, mielőtt ő is igába hajtja. Nem, boldog házastársi kapcsolatot létesít. Ami fontos, ököl, könyök, tét, fej, nincsen kárcsolás, itt. Oké? Aki kapja, marja. Tisztelt násznéktől segítséget kérek, háromtól számolunk vissza, egyesével egyig. Menni fog, adjak időt. No, figyelj! Megfordul a tündérhapcsó. Figyelj! Három, kettő, egy! Szeretném kérni, hol a párod? Hossi! Kedves Szabi, majd adok névjegykártyát. Na! És most olyan férfiakra lenne szükségem, akiken van ekkora hosni! Mindjárt repül zombjáról a mosni! Na! Hölgyeknek köszönjük szépen, egy nagy tapsot kérek a első válaszoknak! És most jöjjenek a független férfi társaim! Marra, hát rólad veszik le! No! Kedves hölgyeim és uraim! Azért gyorsan elmondanám, hogy egy kicsit okosabbak legyetek, úgy menjetek haza, hogy egy kicsit boronáltabb az agyatok, nem olyan, mint a bowling golyó. Na, a harisnyakötő dobás szokása mindösszesen 2005-re vezethető vissza, amikor az EU jogszabályok bevezetése és a jogharmonizáció következtében átvettük ezt a szokást. Ugyanis úgy szól a fogyasztóvédelmi törvény, hogy a termék használatba vétele előtt a zárófóliát el kell távolítani. Kérdésem nagyon egyszerű. Kicsomagolod az asszonyt? Hát te. Jó, második kérdés. Amennyiben kicsomagolod az asszonyt, bukod a 72 órás cseregaranciát. Vállalod? Húj, ez már kicsit remeg a kéz. Jó, akkor azt szeretném kérni, hogy oda elzárt övezetbe jussál be. Valahogy távolítsd el, egy fontos dolog. A harisnya kötőből csak egy lábbal kell kilépni. A bugyi a kettő. Jó, az marad. Na, akkor közelítsd meg az objektumot. A kicsiknek meg ajánlom figyelmébe. Nézd egy szarvú. Szerintem simaló. No! Nem időzünk hosszasan, bátyja, nem időzünk. Hűl a leves. Jó a szidegen. Jó a szidegen. Köszönjük szépen. Na gyere egy lépést hátrébb, mert nem száll olyan messzire a szösz. No, uraim, szabály ugyanaz. Hoppá. Se van a mennyasszonynak. Hölgyeim, uraim, ököl, könyök, tért, nincs, helyes, oké? No, számolunk vissza. Segítséget kérek. Három, kettő, egy, hopp! Gyere ide egy pacsira, légy szíves! Kedves hölgyeim és uraim, ha egy kicsit csöndbe maradtok, hallhatjátok, hogy ketyeg az órája. Na, mint természetesen minden Európa Uniós jogszabálynál itt is van apróbetűs rész, éjféltől a fejeden kell, hogy legyen. Úgyhogy. Jó. Kedves hölgyeim és uraim, megpörgetjük kicsit az eseményeket, mert már tényleg közel van a vacsora. Innentől kezdve lehetőség van az ifjú párral fényképezkedni ruhába. Köszönöm.
Te is kicsit dug ki az arcod itt a szélén, a szemeges fiú. Jobban lássam az arcod, úgy, köszi. Figyelj, egy jó mosoly, jöhetem. Köszönöm. Szuper. Nézd csak. Ahó. Na, ide nézz egy picit. Úgy, ügyes vagy. Köszönöm. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do.
you wanna do. Let's just run, girl. If we wake up and you wanna break up, that's cool. No, I won't blame you. It was fun, girl. Don't say no, 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 no. Just say yeah, 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 yeah. And we'll go, 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 go. If you're ready, like I'm ready, 'cause it's a beautiful night. Uraim, most, hogy megérkeztünk erre a szép helyre, hívjuk az ifjú párt egy kis intelemre, mert amilyen a világ, hát lesz gondotok bőven, de tartsatok ki egymás mellett mindenik időben. Én azt kívánom, hogy hosszú boldog élet várjon rátok, de másnak a kárát ti soha ne kívánjátok, mert így itt ez a tányér, és nem rajtatok múlik, mindjárt a földre potyan, aztán darabokra hullik. Én azt kívánom, akkor legyen szerelmetek vége, amikor ez a tányér újra összeáll egészbe. Na, most következik a törésteszt. Egész jó nagy. A tányértöréstek három fontos hagyománya van. Az első az ártó szellemek elhesegetése. A másik a házas élet egyik legszebb tevékenysége, a takarítás finom hangolása. A harmadik pedig számomra oly kedves, hétről hétre legálisan összetörhetek egy kínai terméket. Na, kedves hölgyeim és uraim, hogy a fodrászom mondaná, hajrá, söprögessünk, drágáim, söprögessünk. Jaj, hát hogy fogod te azt? Egy kéz, két kéz. És akkor minden? Való, egy kicsit segítsünk neki, gyertek! Hajrá, fiatal! Az embernek minek ellenség, ha vannak barátok? Így számíthat a rokonokra! Igen, rokon nem lehet választani, barátok, igen. Nem is kell ellenség. Barátok. Megvan a létszám? Na, cserélhettek ám szerszámot. Az élet ezen területén lehet. Nézd, mint egy közmunka versfilm. Hogy ne csinálj? Melo helyen betanítottak.
Édesapám nagyon bölcs ember volt, mindig azt mondta, hogy fiam, ne dobáld el a sörös üveget, mert előbb-utóbb mész haza négy kézláb. Úgyhogy a lapos mintát végezzetek, a franc tudja, mit hoz a hajnal. Jaj, elfogadjuk? Nem. Látod, én megpróbáltam. Haver vagyok. A szar is le. Na! Na aztán most már ne tovább! Ne! Éhen halunk! Egy újabb bizonyíték, hogy kicsi a bors, de a fele még kisebb, ha így folytatjanak. Na! Már csak egy pár húzás! Ez de jó hallani. Csikket azt ne hát! Na jól van! Elfogadjuk szociális alapon! Akkor egy nagy tapsot az ifjú párnak! Folytatásként, ahogy bementek, mindenki kap egy üdvözlőitalt, egy úgynevezett welcome drinket, mert érkezésnél welcome drink van, búcsúzásnál bájital. Úgyhogy kövessétek az ifjú pár! Éljen az ifjú pár! Csókot! Végre legálisan ihattok, elígyek! Nem, köszönöm szépen, megoldom! Van némi gyakorlat! Lakodalom van a mi utcánkban, éres megy a falu legszebb járja. Hivatalosan vagyok oda én is, nem mennék el, ha százszor üzennék. Hivatalosan vagyok oda én is, nem mennék el, ha százszor üzennék. Yeah.
testem csak szóba, sajnálom, de nem tehetek róla. Szerelemben nem estem csak szóba, sajnálom, de nem tehetek róla. Haragszik a galambom, hogy miért azt nem így se mondja. Nem baj, haragodjon baj, mert végül már csak az így szokott az lenni végül. Nincs is igaz, mert szerelem egy kis harag, nem baj, haragodjon baj, mert végül már csak az így szokott az lenni végül. Nincs is igaz, mert szerelem egy kis harag, végül. Sima állat vissza a vizetődik, ahol te mentek. Így szóval a lombomhoz félkérkedés közben. Ha bármit mond is ez a hurcó, de mi vágy a szívem, egyedül csak téged imád. Félmenyárba, szivatagba, csak tél marad hozzá. Ha bármit mond is ez a hurcó, de mi vágy a szívem, egyedül csak téged imád. Térmegy át a szivatarba, csak ő marad hozzá. Vissza visszatődik, ahogy benne. Hiszontam a galambom, most még érgetés közben. A bármit mond is ez a hurcó, de mi vágy a szíve, egyedül csak téged imád. Kérve nyárba, szivatarba, csak ő marad hozzá. A bármit mond is ez a hurcó, de mi vágy a szíve, egyedül csak téged imád. Hát ez a taps nagyon jó lesz majd hajnali 3-4 óra fel, amikor már mindenki fáradt. De az ifjú pár egy igazi tapsot, olyan sikítósat érdemel. Egy nagy tapsot az ifjú párnak! Az egész házképnek szeretnénk, ha mindenki jól érezni magát. Akár hőfény uramon keresztül, akár rajtunk keresztül természetesen lehet majd dalokat kérni. Ha tudjuk, eljátszunk, ha nem, akkor annál érdekesebb. Igen, akkor is eljátszunk. Egy vőlegényt látjuk már. Nagy tapsot kérek szépen a vőlegénynek! Nem lesz baj. Ezt nem garantálom. Jó, tehát a mosdók itt vannak oldalt. Fel vannak raparák és piktogramok. Aki nemi identitás zavarval szemben, szóljon, kiderítjük. Következő. Dohányozni értelemszerűen az épületen kívül kéne. De ami a leges-leges legfontosabb a mai este folyamán, hogy a lakodalom és a mulatás rész érdemi része az az épületen belül van. Nagyon csalog
mosogató, a szuszoda feszített víztükre, az élményfürdő, illetve a szembe található meleg és hideg hengermű gyárrésztege. Azt szeretnék kérni, hogy azért itt bent legyen a buli, nekint beszélgessünk a hótöltébe. Bárki bármit szeretne inni, enni, az itt jelenlévő nagyon szimpatikus felszolgáló kollégák, kolléginák azon dolgoznak, hogy mindenkinek jó legyen, és a legfontosabb, bárkinek bármi kérdése van ma este, engem hagyjatok végén. Köszönöm szépen a figyelmet, mindjárt majd oda juttatjuk az asszonyt a férjéhez, azt akkor kocintunk egyet az egészségügyre. Tudod már a nevedet? Egy nagy tapsot kérek szépen neki! És egy férjét is kérem szépen ide. Olyan, mint a rózsa, hogy mindig iszik. Hát most a zenekar nevében, mivel a zenekar nem lehetett ott, ugye a magzinemi készítményben ide értek, megkérdeztem egyébként a személyzetet, nem Zsolnai van közben. Tehát ha azt szeretnétek, amit most én kérek tőlük, akkor halkan lehet mocogni. Tehát mit fogok kérni? Csókot. 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 Óráig bármikor be lehet játszani, bármikor lehet csókot kérni, kicsi kocogtatással, 10 óráig. 10 órától majd az ifjú pár kocogtat és a nászai csókot. A zenekar szeretne nagyon sok boldogságot kívánni a következő dallal, ami most csak nektek szól, csak így. Rendbe hozzam az éremet, és meggyőz arról, hogy még szép lehet, úgy akarom. Én legyen, és földre hoz egy darab kékeget, kért a régi rosszat, eldobom a gondolom. Téged jó felé vezet, ha engedem, nélkülem. Számomra nincs értelme semmilyen, akart, hogy én legyek a mindenem, és én leszek. S meggyőz arról, hogy még szép lehet, ha úgy akarod. Én legyen, földre hoz egy darab kékeget, kiért a régi rosszat, eldobom a gondolom. Yeah.
titeket is egy nagy tapssal! Köszönöm szépen! Amit hoztam, nagyon finom, megkóstoltam. Tyúkhúsleves aranysárga gőzölög most itt a tálba. A ketrec tegnap kiürült. Aki benne lakott, ide repült. Hát szomorkodik a kakas máma, kivel bújik este ágyba. De hát lett belőle leves, az étkeknek alapja. Nagyon forró, úgyhogy vigyázzon, aki ezt bekapja. Jó étvágyat kívánok! Meg előtte egy csókot! No, az anya szegi apának a sűrűjéből, hogy legyen ereje a nászén szakán. Káve? Szépen ennyi elveszem.
milyen egy sima csók? Majd mindjárt jön a pörkölt után a szaftos rész. Amiért a konyhában sokat hadakoztam, ezért a fogásért egy kisebb csodát tettem. Két marhával meg négy sertéssel három nap verekedtem. Csoda, hogy a fogamat ott nem felejtettem, de végül is győztem, belőlük egy jó pörköltet főztem. A magyar gulyásnak a világon nincsen párja, de hozzá az ilyen narancsjúz meg ilyen hülyeség nem járja. No, nem dicsérem tovább. Dicsérje ő magát! Isten óvja sokáig az ifjú pár! Éljen az ifjú pár! És megragadnám az alkalmat! Egy feladványom lenne, aki kettő tökéletesen egyforma nokedlit talál. Alapra, színre, tömegre, ízre, formára. Az igen. Jó. Közben megkérdezem,
egy hajra. Gina, 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 Gina. Gina, megtud öröködni egész Szicília. Gina, fekete, fekete, a vaffia. Hosszú napűkülön, megálltunk fél utat, átöleltünk, magány tudom kívületet. Gina! Jutom játék, te vagy nekem. Gina, 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 és Gina. Hey!
kedvesek, énekeljetek! 30-asok, 40-esek, táncra keljetek! 50-esek, 70-esek, ti is jöjjetek! Darapel, és így mondjátok el, nem csak a 20 éveseké, a világ. Az úton még koroszkál, tente néhány korosztál, a réten nyílik ezer szám, a virág. Nem csak a 20 éveseké, a világ. La la la. Hogy 20 évesnek lenni sajnos múló állapot, és az, aki ma 20 éves, holnap 21, jöttek majd, énekeljetek, mert csak a 20 éveseké a világ. Az úton még koroszkál, nem, de néhány korosztál, alkossunk együtt azonnal, tartsatok velem, de teljes lesz az én dalseregem. Nem csak a 20 éveseké a világ, az úton még koroszkál, bente néhány korosztál, a réten mindenki talál virágot. Hát gyertek srácok, legyünk jó barátok, nem csak a 20 éveseké a világ. Az úton még korosztál, nem, de néhány korosztál, a réten nyílik ezer szám, a világ. Nem csak a 20 éveseké a világ.
a Dunaújvárosi Vájban, mint esik a csipta madlászom. Ott az aranyba látom, megyünk visszafele, mert érünk a megint valam szól, aranyk boldogságom a határon. A borozmai határon, de sok a csipta madlászom van. Megérkezik a bevetési pontra. És szerintem eljött az ideje, hogy kérjünk tőle egy hatalmas nagy csókot!
és ahhoz, hogy látott valaha az életébe kulturális programot, aminek az volt a címe, hogy Vás mindenkinek, az hallgassa meg, ti meg hallgassatok őkre. No, Nemes Nagy Ágnes, mi jön most? Mi jön most? Mi jön most? Kíváncsia lesem, Asok Málna szörptől zsibbad már a kezem. Mi jön most? Mi jön most? Finom volt a leves. Remélem az új lakásnál nem ér leszek kezes. Mi jön most? Kérdezem a válaszra várva. Mi finomság lapulhat ebbe a nagy tálba? Óvó néni mondta, türelemmel várjak, nem repülnek maguktól szájamba a tárgyak. Mi jön most? Kérdezem, az időt már nem húzom, töltött hús, rántott, egy szóval a húsok. Jó étvágyat kívánok, Ovó néni mondta, ezt lerakom elétek, ezt leülök a helyemre, de nyomba. Na, jó étvágyat! Életünkben. Itt, ezek mögött, az ajtók mögött emberek reggel óta azon dolgoznak, hogy mi minél jobban érezzük magunkat, és ilyen ez a szakástudomány, hogy 6,5-8 órán keresztül sütsz, főzöl, aztán megérkezik a tisztelt násznép, és 20-30 perc alatt az egészet eltakarítja. Milyen igazságos a sors! Úgyhogy én azt szeretném kérni, hogy mindenki, aki elégedett az ételek mennyiségével, minőségével, egy nagy tapsot küldjünk a konyhában dolgozóknak! Nem. No. Nagyon fontos pillanat következik. Azt szeretném kérni a tisztelt násznéptől. Ma este már nem sok kérésem lesz felétek. Szíveskedjetek kicsit megemelkedni, mert látom, nagyon jól ültök. Gyertek, álljunk körbe a táncparkettel, hiszen következik az este egyik legfontosabb dolga. No. Kedves nászné! Szépen. Tisztelt Nászné, kedves hölgyek, urak, tűnjön el szemünk alól minden ránc, következzen a nyitótánc.
Olyan csodát látom, minek nincsen párja, gondolom ezt már mindenki alig-alig várja. Szívemre teszem a kezem, vagy bármelyik hölgyére, és esküszöm, hogy az ifjú pár olyan lelkesen készült erre, hogy hát egy nappal át éve gyakoroltuk, így van. Fogadjátok olyan szeretettel ezt a táncot, mint ahogy ezt a táncot készítettük nektek. Hát akkor... Hoccolj! Smart mouth drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head imperfections, give your all to me, I give my all to you, you're my end and my beginning, even when I lose I'm winning, cause I give you all of me, and you give me all. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all. Even when I lose, I'm winning, cause I give you all of me. Yeah.
Cheers.
ének a ringását. Száz aranyért nem adnám, száz aranyért sem adnám. Azt mondják, nem adnak engem galambokkal. Azt mondják, nem adnak engem galambokkal. Inkább adnak engem, inkább adnak mással. Adnak a hatőkről, fekete sugárással. De mert a nézését, meg a járását, a csípőjének a ringását, száz aranyért nem adnám, száz aranyért sem adnám. Mert a nézését, meg a járását, a csípőjének a ringását, száz aranyért nem adnám, száz aranyért sem adnám. Meg a járását, csípőjének a ringását. Száz aranyért nem adnám, száz aranyért sem adnám. Mert a nézését, meg a járását, csípőjének a ringását. Száz aranyért nem adnám. Na még egyszer, hogy mindenki figyelj! Mert a nézését, meg a járását, a csípőjének a ringását. Száz aranyért nem adnám, száz aranyért sem adnám. Mert a nézését, meg a járását, a csípőjének a ringását. Száz aranyért nem adnám, száz aranyért sem adnám. Mert a nézését, meg a járását, a csípőjének a ringását. Száz aranyért nem adnám, száz aranyért sem adnám. Oh,
Yeah.
Oh,
fekete romolás, a szeme úgy ragyog rám, a kár a napszudán a dobolás, kisége hazolás, abban a kis kutyóban minden napot után, megnősültem, el is vettem, el szerettem a babát, ő is szeret igazi, mert azért várom igazán a babát, fekete romolás, a szeme úgy ragyog rám, jaj, de nagyon beteg, orvoshoz én, fel úgyse megyek. Kibírom én, akárhogy is vár, egy kétáj, egy csokkárú, hogy én a szám, kerek a bár, simulj hozzá. Yeah.
minden érthetem, amíg nem értél, ne légy éveken. Szükségem. Szólítom színpadra, egy olyan férfi emberre lenne szükségünk, aki úgy, hogy olyan keresztapa jellegű, mondjuk bármelyik tanú vagy valaki. Na, na kit szólítunk? Korné! Színpadra szólítom, Korné! Köszönjük, Korné! Á, te is üljél közösen! Nem feltétlenül Kornélhoz kötődően, de szeretnénk kérni egy kereszt nyanyának. Kereszt anya. Egy olyan nő személy, aki... Lánszki Éva. Éva itt van.
Éva vagy hallva. Szia Éva, hello is itt, 30 éveset profiketben. Ez a kettő év az függhagyjál. No, aztán szükségem lenne, most egy kicsit átvenném a szót, ugyanis szükségünk van a mese szempontjából egy bábára. Na, nekem van egy szembe szomszédom, a Mátyás Gulájunk egy négyben van, hogy van szembe. Hol laksz? Hol van az a szó? Keresem. Nincs a szomszéd a szó. Nem áll. Hát nem hiszem meg, hogy elmentek ki. Egy perc ügyelmet kérek, addig megyek, még vissza nem jövök. Addig viszont találjátok ki, hogy ki legyen a pap. Szerintetek valaki méltó itt a pap szerepére? Kedves násznék, hívjuk színpadra a szembe szomszédomat, gyere, gyere drága, most már be vagy harangozva, ennyi, te kezdted, gyere. Egy nagy tapsot szeretnék kérni. Tudjátok, ezer módszer van arra, hogy ellenséget szerez magad. Ez az. No, tehát. Ott tartunk a történet szempontjából. Hülye okos telefon. Na azt mondja, van nekünk egy apánk, állja föl, van egy anyánk, van keresztapánk, van keresztanyánk, és van egy apánk. Jó, nincs akkor abban. Na ki lesz a papunk? Pásztor Máté. Vagy ki lesz a pap? Segítsen. Mondja, ki lesz a pap? Gyóni Gábor. Gyóni Gábor! Gyere Gábor! És már csak egyetlen egy fontos szereplő van. Köller Péter! Köller Péter! Köller Péter! Na, akár hisztek, akár nem. A sztori szempontjából az egyik legfontosabb a gyermek szerepében. Péter. Tehát, csak hogy tisztában legyünk mindennel, mindenki lecsücsül, és ahogy szólítalak titeket, egyszer csak felálltok. Tehát van egy apa, van egy anya, van egy keresztapa, van egy keresztanya, van egy bába, van egy pap, és van egy jó kifejlett. No, feladat! Csücsüljenek vissza nyugodtan! A feladat a kocsis játékkal ellentétben nagyon egyszerű, itt nem kell körbeszaladni a szék körül, hiszen az annyira snasz már, meg aki elrontja, annak nem kell innia. Nagyon egyszerű, felállsz, amikor hallod, hogy te vagy a szereplő a történetben, felállsz, és körbeszaladsz a többi szék. Felállsz, és óramutató járásának megfelelően körbeszorodsz. Én meg ehhez mondok egy nagyon egyszerű kis történetet, mert egyszer egy kis faluba öröm érkezett a kis családhoz. Türelmetlenül várták a gólyát, aki a gyerek hírét hozta. Az apuka és az anyuka, ők ketten, már nagyon régóta várták a gyerek születését. Melyik gyerek volt? És ez az apuka, és ez az anyuka eldöntötte, hogy megbeszéli a keresztapával, és a keresztanyával, hogy ennek a gyereknek ugyan mi lesz a neve. Azt akkor addig gondolkodott a keresztapa, a keresztanya, hogy mi lesz a gyerek neve, még nem aztán elmentek a bábához. Ó, de akár hiszitek, akár nem. Ez a bába a falu leghíresebb asszonya volt. Hát ennél jobb bábát ti a világon legyen. No, azt akkor történt, hogy nem, hogy amikor kakas kukorékulás után megpitymallott,
A bábával elkezdte beszélgetni a gyerek születéséről. No, azt akkor érezték már, hogy végre elérkezett a nagy nap, az anyuka már korán felkelt, és jól érezte magát, és biztos volt benne, hogy bármelyik pillanatban megszületett a gyermek. Gyorsan, gyorsan kiabált az anyuka az apukának. Jaj, jaj, ez a gyermek ugyancsak úton van. No, akkor aztán alig telt el egy kicsi idő. Az apuka gyorsan elfutott a bábához megmondani neki a következőt. Kedves bába, én úgy érzem, hogy az asszonynál valami elindult. No, de azt elfelejtettem mondani, hogy a bába a pappal szemben lakott. Hát hol lakott volna, ha nem a pappal szemben? Hát minden bába a pappal szemben lakott. No, azt akkor már messziről lehetett hajlani a hajudás keserves, kínos fájdalmát, no azt akkor szerencsére az apuka, a pap és a bába odaérkezett időbe a gyermek születéséhez. Az anya legnagyobb örömére. Nekem van a legjobb. Történelmi pillanat következik. Ó, kiáltotta az anyuka. És ugyanezt kiáltotta az apuka is. Hamarosan gyermekünk lesz. Jaj, hát te nagyon örültek. Hát ez valami csodálatos egy család életében, hogy gyerekünk lesz. De nem akármi, egy szép, okos gyerekünk lesz. Nem baj az, hogy a kicsit koraszülött az a gyerek. Csak egészséges legyen ez a gyerek. Ezért volt velük a bába. Még a pap is az áldását adta rá. No. Amikor aztán a gyermeket először kezébe fogta a bába, csak úgy ragyogott a szeme. A pap? Hát te ki vagy, bátya, hogy te csak itt viszont? Keresztapa? Szasz, hogy... Na, a pap keresztet vetett, hálát adott az égnek, hogy megszületett ez a szépséges szép gyermek. No, a kis idő elteltével aztán a keresztanya és a keresztapa felkeresték a papot. Nem akármi miatt, hiszen azt kérték, hogy keresztelje meg a gyermeket. Ezt a szép gyermeket. Ezt a példátlanul egészségen szépen fejlett gyermeket. No, meg volt a keresztelő, az egész család mosolygós marccal sétált a környéken, az apuka és az anyuka. Tolták a kiskocsiba a gyermeket, a bába, a keresztapa, a keresztanya, meg a pap, természetesen mind keresztet vetettek, s hálát adtak az Úrnak a gyermek miatt. No, hogy egyik szavamat a másikon ne öltsem, a történet lényege a következő, hogy a gyerek, az apja és az anyja boldogan ér, minden évben karácsonykor eljött hozzájuk, ahogy ez írik a keresztapa meg keresztanya, és ajándékot is hoztak a gyereknek. Még amikor nagy volt ez a gyerek, akkor is hoztak neki ajándékot, és minden karácsonykor együtt ünnepel a bába, a gyerek apja, az anyja, aztán velük volt a keresztapa, a keresztanya, és kit hagytam ki? A gyereket! Hát a pap. No,
itt a vége. Aki nem hiszi, járjon. Kedves hölgyeim és uraim, szerintem ezek a sportolók bekerülnek a Guinness Rekordok könyvébe, úgyis idén elmaradt az olimpia, majd jövőre belebusztok. Na, ne menjetek nagyon messzire, azt szeretném kérni, hogy rakjuk arrébb a székeket, és hogyha a mellettem lévő kollégák is azt mondják, akkor következzen a torta behozatal. Ne menjetek messze, hozom is a tortát, nyami, nyami. Hogy szoktam mondani? Haver vagyok, ha rossz is. Először a minden jó a habos sütemény, magyarul az ő tetején. Ilyen tényleg babok, szép házatokok, tudom, sajnálom az angyalom. Nekem nincs a futás, a nyomnám, csak egy vég, mi az zsonnám. Közben jó édes víz, kitlap a szám felé, jaj, de jó a habos sütemény. Közben jó édes méz, illat a szám felé, jaj, de jó a habos sütemény. Jaj, de jó a habos sütemény. Egy nagy tapsot kérek! Tisztelt Dászik! Kedves hölgyek, urak! Amikor itt kint sétálgattam, kérdezte egy ilyen kis tünemény, hogy Misi bácsi, mikor lesz már sütemény? Na itt az ideje, és itt a süti. Nagyra értékelem, mert én nem tudok sütni. Ejj azt tudni, de jó lenne, mennyi munka volt is benne. A mennyasszony kitalálta, három cukrász megcsinálta. Egy kikeverte, egy összetette, egy díszítette, a futár csomagolta, a szép széltől óvta, idehozta, a szakács barátom a hűtőbe tette, most, hogy szóltam, elővette, na mindjárt majd az ifjú feleség szeleteli, kedves párja meg majd tapsol neki, a tisztelt nászné veszi, aztán eszi, de még milyen jól teszi, egy nagy tapsot kérek szépen! Fontos dolog következik! Bárkiben felmerül a kérdés, hogy a négy szint milyen ízű? Meg tudom mondani a felső, egy alatt az ó. Itt aztán nima, alume, haló. Úgyhogy még mielőtt ide jöttök, döntsétek el, hogy melyikből kértek, különben lesz balhé. Na, hölgyeim és uraim, történelmi pillanat következik. Eltávolíthatom a tavalyi fényképetek alapján készült makettet fölülről. Na, én akkor eltávolítom, és akkor egy dolgotok marad, hogy fogjátok meg a kést, s vágjatok bele a tortába. Nagyon fontos, akinek a keze fölül van, az a főnök. Jajaj, Tomikám! Jaj, elárultam volna a nagy titkot. Na, hadd lássuk, ne, halunk kezdjük. Lehet fölé a keze. Halunk kezdjük. No. Mindjárt majd még szerzünk villát is. No!
Oszt akkor következő történelmi pillanat! Ja, ott. Doppergés. És kedves hölgyeim és uraim! Most, hogy elmúltak már a szabályzó és rettenetes idők, már nem kell maszkot hordani, már akár az is előfordulhat, hogy az ifjú pár legálisan megeteti egymást. Figyeljetek, történelmi pillanat! Mehet ugyanazzal a villával, drágáim, most már férj és feleség, most már nincs itt izé bacellálás. Doppergés! Éjségbetegség, és úgy érzi, hogy annyira szatja, mint én legalább. Fáradjon közelebb, a süti osztás itt történik. Most már pontosan tudjátok, hogy melyik szint milyen ízű. Memorizáltok egy életre. Azt akkor az ifjú pár majd mindjárt kicsit segít. Nagyon fontos, süti evés után még egyet játszunk. Aztán utána jön a gyertyafénykeringő. Ne felejtsétek, a buli bent van, nem kint. Gyertek, egyetek, mert olyan vékonykák vagytok, és aggódok miattatok. Vanília, ez a tetejé volt. Vanília? Oké? Oké. Csak is ad. Sóskora mellett. Mondjatok le egymásnak háttal, kaptam tőled egy-egy bábot, ami a tavalyi fényképetek alapján készült, ugyanúgy, mint a torta. Nézd meg, itt nézték a csokornyak kellőből. Ez volt az asszony. Te is kapsz egyet a férjem. No, csak hogy legyen tinti a dolognak, nagyon egyszerű a játék. Eldöntendő kérdéseket fogok feltenni. Amikor úgy gondolja a vőlegény, hogy ő az illetékes a témában, megemeli az őt ábrázoló bábot, ha úgy gondolja, hogy a párja, akkor az. És a túloldalon ugyanezt történik. Kettő fontos szabály van, együttes találat nincsen, tehát olyan nincsen, hogy mindkettőt felemeljük, és olyan sincsen, hogy egyiket sem. Na már most, hogy tétje legyen a dolognak, mind a két pár részéről kérek szépen két-két túsztárgyalót.
Először szólítom az ifjú férjet, nevezzél meg két embert, aki iszik helyette. Ifja Kölernyő. Ifja Kölernyő. Tóth István. Tóth István, emelkedj, gyere gyors kicsi lábaddal. Az ifjú feleségünk részéről pedig... Már érkezik. Gábor bátyám. No, azt szeretném kérni, hogy a tusztárgyalók ide hátulra eljönnek fel az ifjú pár mögé. Nagyon egyszerű. Gyere, ó, te nem igaz. Te nagyon, nagyon fiam. Gondoljatok bele, az alkohol nem vezet sehova. De megszínezi az utadat. No, feladat a következő lesz. Amennyiben az ifjú pár először rossz választ ad, akkor kirakod a mutató ujjat, lájkolod. Egy rossz, aztán két rossz, három rossz, négy rossz hiba után a pult mögött álló állomás mese gyönyörű szép lánykát, kivéve a kopasz fiatalember, tölteni fog nektek egy felest, amit aztán három ésre lehúztok. Tehát négy hiba után következik egy bünti. No, a tisztelt násznépnek egy feladata van, ha mind a ketten ugyanazt a bábot emelik föl, megtapsoljuk őket, ha nem ugyanezt, akkor azt mondjuk, hogy ó, na, tegyünk egy próbát. Jó van, hát neked is csak szóbeli tonírásban. Na gyorsan, fussuk át. Első kérdés, melyik költök a főnök? Hopp! Tarts! Melyik őtök rendetlenebb? Hopp! Extribulon! Lajkolt! Ki aludt először a másiknál? 3, 2, 1! Melyik őtök okosabb? 3, 2, 1! Mindent megteszel a családi békéhez. Csak őszintén gyerekek, őszintén. Így is úgy is írás lesz a végén. Na, azt mondja, melyikőtök főz jobb vacsorát? Ez már akkor kettő. Ki gondol többet a másikra? Tudja jobban a kénysav képletét. Három, kettő, egy. Na, hogy hangzik a kénysav képlete? H2SUD. Köszönöm szépen. Ki húzza le többször a másikról a takarót? Ki iszik többet a bulikon? Hú, nagyon beugratós kérdés következik. Ki izgult jobban az esküvő miatt? Oh, ez négy, nem? Ez még csak három. Én már négyen számolom. Ugye, hogy négy? Négy, a Sipír cíni egyet. Ott van a iszi. Gyerünk, 3, 2, 1, ne húzzuk az időt! Közben folytatjuk, miközben mindjárt megnézzük a hétköznapi hősöket. Megmarkolják férfiasan. 3, 2, 1, ó! Hát ez jól esett, mint üveges kóknak a hanyattesés. Na, azt mondja, ezt kérdeztem már, hogy ki kezdeményezte az első csókot. 3, 2, 1. Egy család életében döntő fontosságú kérdés. Ki rendel jobb pizzát? Figyelj, fontos kérdés jön a 18 éven alulnak legújabbnak külön. Ki simogatja többet a másikat? Hopp! Ajaj! Ez elég van.
simogatja többet magát? Ilyen kérdéseket kirakottam. Három, kettő, egy. Hát akkor ezt ugorjuk ezt a kérdést diplomáciai okomból, viszont húzzuk be a második büntetőt. Azt mondja, fontos beugratós kérdés, hogy ki szereti jobban a másikat. Három, kettő, egy. Kinek jobb a fantáziája? Most miért gondolsz? Három, kettő, egy. Ki felejti el az évfordulókat? Három, kettő, egy. Nincsenek, majd holnaptól lesz. Na jó, akkor ugorjuk. Azt mondja, ki szokta lekapcsolni este a villanyt, ha nem az E.ON? Az egyik részemről kedvenc kérdés. Ki táncol jobban? Ki tölt több időt a fürdőszobában? Ez ilyen beugratos kérdés. Mennyire tartunk? Három, ugye? Nem. A kettő volt a hibás válasz. Így van. Azt mondja, melyik őtök békülékenyebb? Már nézd, már kikészítették nektek az okosságot. Megvárjuk gyorsan, éljenek a hétköznapi hősök hétvégén is. No, már csak 15-16-600 kérdés van. Fontos kérdés, melyik költök a szőkén? Hopp. Így van, a szőkén. Szerintem, ha lenne olyan pába, hogy kérdezte az ember. Szőkén. Na, szóna, melyik költök hisztisebb? Melyik költök féltékenyebb? Erős jellemre hal. Ki szokta nyitva hagyni a hűtő ajtaját? Na most aztán csupa beugratós kérdés követő. Ki mondta először a másiknak, hogy szeretne? Melyik őtök szó kimondó? Ez egy. Ki szokta gyakrabban kivinni a szemetet? Holnaptól kiviszi ki gyakrabban a szemetet. Addig megyünk, míg meg nem lesz a négy ruhagyja. Melyik költök a gyengédebb? Kinek van dugi pénze? Uraim, záróra! Kedves hölgyeim és uraim, egy óriási tapsot szeretnék kérni a párodnak! Én visszaadom a mikrofont a kedvenc zenekarunknak, titeket pedig arra sarkallak, hogy gyertek, következik a gyertyafény keringő, ami úgy néz ki, hogy két páronként mindenkinek adok a kezébe egy darab gyertyát, az ökotudatos világnézetem jegyében. Igen, már használt gyertyák lesznek, de három percén elég kell körbe. Úgyhogy gyertek, légy szíves, mindenki kap egy gyertyát, ha úgy vagyok, akkor párokon belül osztozunk. Azt kérem, senki ne nyújtsa meg a gyertyát, amíg nem szól. Köszönöm szépen! No, megvan mindenki? Tegye fel a kezét, akinek kis gyertyája, köszönöm! Hát előre kéne lépni egy lépést, meg aztán itt a fejed fölött, én nem fogom átadni. Na kedves hölgyek és uram! Akkor jó van, most jöttem. Akkor jó van, légy. Bocs, egy kicsit olyan.
Na, nagyon fontos lenne, úgy rendeződjetek, légy szíves, hogy csak a gyertyák legyenek befelé. Tehát ha egymás mögött álltok, akkor valakinek fel fog gyulladni a haja, az meg katasztrófa. Még egy fontos dolog, mindenki a saját felelősségére vehet részt a foglalkozáson. Az a kérésem, amikor az ifjú pár majd elfújja a gyertyát, légy szíves, ne tartsd a harcod elé, mert ha belefröccsen a szemedbe, egy pici látászavar lesz, ha meg kontaktlencsén van, kicsit összeugrik a műanyag. No, a fontos dolog az, hogy mi a lényege a gyertyafénykeringőnek. A gyertyafénykeringő lényege, hogy gyertyafényes tánccal búcsúzik a mennyasszony, hogy menyecske ruhába bújjon, utána mulasson. Itt várunk rá, ne menjen messze, minél előbb jöjjön vissza a cuki piros dresszbe. Hölgyeim és uraim, gyúlhatnak a fények, aki néha a lámp, az adja tovább. Így van, nem szabad irigynek lenni, vagy Meg vagytok? Tartsd el magadtól! És akkor, kedves hölgyeim és uraim! És a legfontosabb, hogy az ifjú pár gyertyája ég legtovább. Nem fogom engedni, hogy bárki újra gyújtsa. 1.70-ig lábbal pofozok, utána használom a kezemet. Most még röhögsz. És mehet a zene!
Volt nekem egy nagy táncmesterem, aki azt mondta, hogy a tánc a viszintes vágyak. Nem, a függőleges vágyak. Függőleges vágy, ne, jó mondtam ezt. A viszintes vágyak függőleges megvalósítása. Ez az egyik példa volt rá. De egyébként a nyitó tánc után már el szerettem volna mondani, hogy nagyon szépen köszönöm nektek azt a nyitó táncot. Nem volt még időm gratulálni. Én hosszú évek óta tánctanításból nem élek. Azzal csak foglalkozom. De amíg ilyen párokat látok, mindig megnyugszom, hogy van még dolgom a világban, jó? Sokasodjatok, mint a csicsóka! Most meg erigyetek öltözni, aztán kész vagytok, gyertek vissza! A tisztelt násznép meg most hozza elő az autóból a borítékot, mert mindjárt hozom a Weilingot, aztán lehet szociális alapon adakozni az ifjú párnak. Addig pedig a zenekarunk nyomja! Jaj, de nagyon régen volt, de sokás lesz, eddig a régen gödörhajó kabár lesz. Jaj, de nagyon régen volt, de sokás lesz, eddig a régen gödörhajó kabár lesz. Gendel a haja, a karcsú, a deka, a megölelni, mert ő ezt nem akarja. Gendel a haja, a karcsú, a deka, a megölelni, mert ő ezt nem akarja. A mai trend azt mondja, hogy mi magyarok nem térdelünk le. Én azt mondom, hogy van az a szépség, ami előtt le kell térdelni. Óriási tapsot kérek szépen! Asszony, hogy menyeske ruhába először mulasson mindenkinek egy szép táncot, juttasson a kapott pénzből egy új mamuszt varrason. Vigyázzunk rá, drága pénzért adták, le ne tapossuk a cipője sarkát. Akinél nincsen készpénz, esetleg nem tud neki segíteni az anyós vagy az após. Erre a célra itt van a terminál, a pós. Nálam lehet kártyával is fizetni. Egy kikötés van. Az összeget én írom be. Most örülsz, majd szerdán megjön a banki vonat, akkor nem fogsz. Na, mama, na. Hogy szól a bőszondás? Az asztalon ott egy üres tányér. Én kezdem a táncot, a többi meg majd. Ráér. Na, nyomkodd azt a gombot. Hogy jaj, de csinos mecske lett ebből a lángból. Kerek, hogy csinálok a hajától.
Jaj, de csinos menyecske, de tegyből a lányból, kerekoltra csinálok a hajából. Jól áll neki a ruha, de még jobban a vasonat szokja. Jól lenne neki az ura, ha tesz majd a vacsora. Lányok, ne menjen meg, kérdezd be sorba. Jól áll neki a ruha, de még jobban a vasonat szokja. Jól lenne neki az ura, ha tesz majd a vacsora. Lányok, ne menjen meg, kérdezd be sorba. Megyes kérek nem jó lenni, mert keveset annak kerni. Keves, teves, ez a látott keves, a menyeskének nekes elves. Keves, keves, ez a látott keves, a menyeskének nekes elves. Éppen mikor alszik, reggel pörtel a szól összever, megjössz neked a jó reggel. Reggel pörtel a szól összever, megjössz neked a jó reggel. Nem olyan asszony kell, a betegésén kelljen fel. Félsz-e meg a vacsorát, úgy várja, karját kitárja, úgy várja haza az urát. Úgy várja, karját kitárja, úgy várja haza az urát. Sok-sok forint az ára, hát így éve kell a tázba.
kívánnak még jót, de igazán csak azok boldogok, akiket szeretnek az asszonyok. Akik szeretnek a lányok, annak jó, akik szeretnek a nők, annak még jó. Mert igazán csak azok boldogok, akiket szeretnek az asszonyok. Szeretnek a nők, annak még jó, de igazán csak azok boldogok, akiket szeretnek az asszonyok. Akik szeretnek a lányok, annak jó, akik szeretnek a nők, annak még jó, de igazán csak azok boldogok, akiket szeretnek az asszonyok. Eladó a mennyasszony még 500 év, következő elvéhez indultál én, de az a szint a legvégére maradt. Nem ússza meg soha az ízrogya van, hát eladom a mennyasszony még 500 év. Az sem baj, ha elviszik csak dollárné, de az a szint a legvégére maradt. Nem ússza meg soha sok pénze van. Az sem baj, ha elviszik csak dollárért, de az, aki a legvégére marad. Nem húzza meg soha sok pénz alatt, hát eladókod megy az, hogy még 500 ér. Az sem baj, ha elviszik csak dollárért, de az, aki a legvégére marad. Nem húzza meg soha sok pénz alatt, hogy eladó a mennyasszony. Eladó az a gólyasszon, sok-sok forint az ára, hát vigyétek el a határba, de vigyétek forint az ára, hát vigyétek el a határba. We'll be right back.
Jaj, te csinos menyes kérdez ebből a lányból, kerekrajzot csinálok a hajából. Jaj, de csinos menyes kérdez ebből a lányból, kerekrajzot csinálok a hajából. Jól áll neki a ruha, de még jobban a vasat szoknya. Jól elrevív az ura, ad lesz majd a vacsora. Lányok, ne menjetek kérdezbe soha. Jól áll neki a ruha, de még jobban a vasat szoknya. Jól elrevív az ura, ad lesz majd a vacsora. Lányok, ne menjetek kérdezbe soha. Hogy eladó a
asszony, eladó az új asszony, sok-sok forint az ára, hát vigyék el a tárcba, de sok-sok forint az ára, hát vigyék el a tárcba. Eladó a mennyasszony még 500 év, a következő elvihetni dupláért, de hazaki a legvégére marad, nem ússza meg soha sok pénz alatt, hogy eladó a mennyasszony még 500 év, az se baj, ha elviszik csak dollárért, de hazaki a legvégére marad, nem ússza meg soha sok pénz alatt. Hogy eladó a mennyasszony, hogy eladó az új asszony, sok-sok forint az ára, hát vidéknek el a tárba. Sok-sok forint az ára, hát vidéknek el a tárba. Minden vissza, amit keres, még a szekér ide-oda jár, 100 forintnak végére jár. Még a szekér ide-oda jár, 100 forintnak végére jár. Hogy még 500 év, a következő elviheti dupláért, de az, aki a legvégére marad, nem ússza meg soha sok pénz alatt. Eladó a mennyasszony még 500 év, az se baj, ha elviszik csak dollárért, de az, aki a legvégére marad, nem ússza meg soha sok pénz alatt. És akkor eladó a mennyasszony, eladó az új asszony, sok-sok forint az ára, hát vigyétek el a tárcba. Sok-sok forint az ára, hát vigyétek el a tárcba. Hát vigyétek el a tárcba, sok-sok
forint az ára, hát vigyétek el lopánba. Eladó az újasszony, sok-sok forint az ára, hát vigyétek el lopánba. Sok-sok forint az ára, hát vigyétek el lopánba. Eladó a mennyasszony, eladó az újasszony, sok-sok forint az ára, hát vigyétek el lopánba. Sok-sok forint az ára, hát vigyétek el lopánba. Hogy eladó a mennyasszony, eladó az újasszony, sok-sok forint az ára, hát vigyétek el lopánba, legyek benne, holnap iblik! Maxió! Hát akkor! Éljen az ifjú pár! Köszönöm, hogy itt voltatok, maradjatok tovább is. Innentől kezdve én már csak turista vagyok. Na, hajrá! Nagy tapsolat, gyerek hallgatok! Nincs, lesz egy jó, kinek nem jó, itt hol, itt fogod. Nincs, ahol majd senki se áll, meg.
Belefolyik a harcol, régi barátok, mi barátok maradunk.